Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatójára. A Demokratikus Koalíció fővárosi polgármesterei rendkívüli támogatást vezetnek be azoknak, akik a járványhelyzet miatt elveszítették a munkájukat. Hadd kezdjem ezt a sajtótájékoztatót egy számadattal. Nulla, azaz 0 forint támogatást kapnak ma azok az emberek, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat. Máshol Európában a kormányok a fizetésük 70-80-90%-át adják oda azoknak az embereknek, akik a koronavírus miatt elveszítették az állásukat. Magyarországon ez nem így van. A Demokratikus Koalíció polgármesterei nem nézik tétlenül, hogy a kormány nem tesz ezekért meg az emberekért mindent. Mi eddig is átvettük a kormány jó néhány feladatát, mi voltunk azok, akik maszkot osztottunk, mi voltunk azok, akik az otthonápolási támogatást bevezettük, és most az én kollégáim, kerületi DK-s polgármesterek fogják bevezetni ezt az álláskeresési támogatást. Kérem, hallgassák meg őket. Mi, a Demokratikus Koalíció budapesti polgármesterei minden általunk vezetett kerületben rendkívüli álláskeresési támogatásban részesítjük mindazokat, akik az elmúlt hetekben, hónapokban elvesztették az állásukat, és nehéz gazdasági helyzetbe kerültek. Tudjuk, hogy ez nem a mi felelősségünk, és nem is a mi feladatunk. De azt is látjuk, hogy a magyar kormány nem tesz semmit. Mi pedig éppen ezért nem fogjuk cserben hagyni a budapestieket, nem fogjuk hagyni, hogy azért, mert elvesztették az állásukat, elvesztették a munkájukat, elszegényedjenek, lehetetlen helyzetbe kerüljenek. Mi vigyázunk a budapesti családokra, mi vigyázunk Budapestre. Természetesen nem minden kerület egyforma, nincsenek mindenütt egyenlő arányban azok, akik bajba jutottak, és nem minden kerület teljesen ugyanakkora mértékben támogatja az álláskeresési támogatással az elbocsájtottakat. Van, ahol ez 57 ezer forint, van, ahol ez 120 ezer forint kerületektől függően, és a kerületek anyagi helyzetétől függően. De abban minden DK-s polgármester által vezetett kerület egyetért és megegyezik, hogy mindenütt van rendkívüli álláskeresési támogatás. Nekünk fontos, hogy segítsünk a bajba jutott budapestieken, mi vigyázunk Budapestre. Nincsen egyetlen olyan kerület sem, amelyeket az utóbbi hetekben ne árasztottak volna el a frissen állásukat vesztett budapestiektől érkező levelek. Az emberek érzik és látják, hogy a kormány cserben hagyta őket, és a nehéz helyzet ellenére egyetlen forint fizetéspótló támogatást sem biztosít számukra. Annak ellenére, hogy az Európai Unió kormányai ezt már megtették. Éppen ezért mi DK-s budapestiek úgy döntöttünk, hogy polgármesterként mindent megteszünk azért, hogy a kerületeinkben létrejöjjenek ezek a támogatási rendszerek, mert az embereknek szükség van a segítségünkre. Mi nem hagyjuk cserben a budapestieket, mi vigyázunk Budapestre. A DK kerületi polgármesteri által bevezetett rendkívüli álláskeresési támogatás a sokadik olyan intézkedés, amelyet a kormány helyett teszünk meg. Tesszük ezt annak ellenére, hogy a kormányzat folyamatosan kivérezteti a kerületeket, pénzt von el azoktól a közösségektől, akiknek most a szükségóráiban a legnagyobb támogatásra lenne szüksége. Ezek a kerületek ma jobban kiveszik a részüket a védekezésből, mint a kormányzat. Szükség van ezekre az intézkedésekre. Szükség van a családokért, szükség van a dolgozókért, szükség van az idősekért, szükség van a betegekért, szükség van az egészségesekért, szükség van a budapestiekért. Mi nem hagyjuk magukra a polgárainkat. Mi törődünk a várossal, vigyázunk a budapestiekre. Minket DK-s polgármestereket azt tart össze, hogy ha azt mondjuk, hogy vigyázzunk Budapestre, azt nem csak komolyan gondoljuk, hanem készek vagyunk áldozni is érte.
Az önkormányzatoknak a felelőssége jelentős mértékben megnövekedett, ezt pontosan átérzik, és ennek érdekében tesznek. Mi Újbudán a 6 ellenzéki párttal együttesen olyan támogatást szavaztunk meg, rendkívüli fővárosi álláskeresésnek a támogatását, amely biztosítja a családoknak és ezeknek az embereknek, akik sajnos szép számmal vannak, a megélhetést. Mi DK-s polgármesterek azt kérjük a városvezetéstől és a kerület polgármestereitől, hogy kövessék a példánkat, és Budapest valamennyi kerületébe legyen mód és lehetőség ennek a rendkívüli fővárosi álláskereső támogatásnak a bevezetésére. Mutassuk meg, hogy mi aggódunk a budapestiekért, tiszteljük és vigyázunk rájuk.